A koronavírus járvány miatt az elmúlt másfél évben számos programidőpontja módosult, vagy éppen sok esemény el is maradt. A gyulai könyvtár mégis duplázik már, ami a könyvhetet illeti. A biblioteka júniusban a majdnem könyvhéttel lényegében elébe ment az esetleges őszi korlátozó intézkedéseknek, és egy teljes könyvhét értékű programsorozat talált elő. Az év elején elkezdtük már tervezni azokat a programokat, amelyeket júniusra szerettünk volna megvalósítani, és egészen későn, mikor már lényegében előadott állapotban volt a szervezés, tudtuk meg azt, hogy az ünnepi könyvhét hivatalos időpontját áthelyezték szeptember 2-től kezdődő időszakra. A majdnem könyvhét azért született, mert fontosnak tartottuk, hogy ezek a programok javarészt megvalósuljanak. Elsősorban mondjuk azok között is, főleg olyanok, amelyeknek valamilyen gyulai vonatkozása volt. Szeptemberben viszont legalábbis a hó elején nagy eséllyel nem várhatók korlátozások, így a 92. ünnepi könyvhét eseményeire is sor kerülhet Gyulán. A szeptember 2-ai megnyitón a napokban kitüntetett Árpási Zoltán História napról lapra című művét mutatják be. A szerzővel Erdész Ádám, a levéltár nyugalmazott igazgatója beszélget. Egy nap múlva Majoros Nóra író látogat a gyulai könyvtárba, majd szeptember 6-án hétfőn Ábrahám György kötetéről esik szó. Ábrahám Györgyöt talán kevéssé kell bemutatni Gyulán, mert nagyon sok kulturális rendezvényen ő ott szokott lenni, és mindig van is véleménye, érdemes is arra odafigyelni, mikor ezeket elmondja. Alkotóként is tevékenykedik, Gyulai Ábrahám néven most egy verses kötete jelent meg, nem ebben az esztendőben, viszont most tudtunk csak sort keríteni arra, hogy egy bemutató programot szervezzünk. Aki majd megnézi a plakátját, az látni fogja, hogy nagyon kész koncepcióval rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy hogyan történjen ez a bemutató. Nem csak azokat hívta meg, akik a kötetben valamilyen módon közreműködtek, hanem kedves barátaik is, és barátait is, akik, mint például Kovács Lajos színművész úr, talán vers illusztrációval fogják a kötetből természetesen majd bemutatni ezt a kötetet. Az ünnepi könyvhét fürdővárosi eseményei szeptember 8-án záródnak a gyulai iskola, vagyis a nyári művésztelep 1969 óta íródó történetének bemutatásával. Az erről szóló kötetet Albrecht Júlia és Wertel Beatrix jegyzi.